Beregdaróc lakói közül többen is részt vettek a falu központjában megtartott ünnepségen. A polgármester az eseményen hangsúlyozta, az emlékparkot a település összefogásával és kormányzati támogatással hozták létre, amint egy 3 millió forintot az 56-os emlékbizottság által kiírt pályázaton nyert el a község. Én kicsit tovább gondoltam a dolgot, ha már egy emlékparkot létrehozok, akkor legyen benne egy trianoni emlékmű, legyen benne egy szabadságharcos, 48-as szabadságharcos emlékmű. Eddig Beregdarócon nem volt ilyen, tehát nem tudtuk méltóan megünnepelni hőseinkre, őseinkre, nem tudtunk ünnepet szervezni, és ezért gondoltam, hogy egybe legyen így egy emlékparkunk. A trianoni országhatár magyarokat szakított el a magyaroktól, Beregdarócnál is a vasfüggöny tépte el egymástól a családokat, mondta a térség kormánypárti országgyűlési képviselője. Tilki Attila szerint a Magyarországon és Kárpátalján élők ápolták magyarságukat ennek és az összetartozás érzésének köszönhető, hogy a közösségek túlélték ezt a traumát. Nincs olyan ember, aki bárhol Kárpátaljától megkezdve Erdélyen át, a délvidéken keresztül vagy a felvidéken megáll egy régi magyar városba, akkor ne érzékenyedne el. Nincs ilyen magyar ember. De mégis arra kell gondolnunk, hogy ebben az európai gazdasági térben, vagy ebben az európai térben hogyan tudjuk összefogni a magyarokat is. Az összetartozás, a pozitív üzenet az mindenféleképp segít. Erre nagyon nagy szükség van. Az ünnepségen leleplezték Makrai Zsuzsa zománc művész alkotását, majd az emlékezés koszorúit is elhelyezték az emlékműnél.